Új pályán és új autókkal indult a 2019-es szezon a Swift Cup Europe versenysorozatban. A lengyelországi Poznánban mutatkoztak be az 1.4-es turbomotoros Swift sportok. A régebbi 1.6-os autókkal indulókat külön is értékelik, hiszen ezek valamivel lassabbak és gyengébbek. Közülük a hétvége első versenyén Körmöci Balázs végzett az élen, aki a pályáról is elmondta a véleményét. Szóval nagyon gyors, technikás, ugyanolyan hosszú, mint a Hungaroring, de vagy egy 15 másodperccel gyorsabban körbe lehet menni rajta, nekem nagyon tetszik, nagyon bejön. Időtök, amikor jöttünk, akkor még elsővel mentünk, úgy is nagyon tetszett, gyors volt. Akkor is jók voltak az idők, időmérőn negyedik lettem, de a rajtnál tudtam jönni másodiknak, és a második kanyarban meg tudtam előzni az elsőt, hogy első lettem, és úgy be is tudtam hozni első helyre. A turbomotoros Swifter rajthoz álló Lengyel Ádám az időmérőn 6., a szombati futamon pedig az 5. helyen végzett. Nagyon érdekes pálya, nem erre számítottam a szimulátorozások után. A vége az utolsó szektor sokkal nehezebb. Igazából versenyezni nagyon jó a pályán, új a pálya, új az autó, sőt még a szabadedzéseken az időjárás is új volt, hiszen esőben még sosem mentem Suzukival. Nehezen az aljáról építkezünk ezen a hétvégén, igazából ez egy teszt. A tesztnek fogjuk fel az egészet. Az, hogy az 5. helyen értem be, pedig csak egy kis extra ez a teszthez, úgyhogy nagyon várom a második futamot, remélem nem fog esni az eső, mert nem tetszett annyira az esős edzés. Megpróbáljuk még beállítani az autót, mert még mindig nem vagyunk ott, ahol kell. Még egy kicsit finomítgatni kell, de úgy érzem, hogy megközeledünk a mezőny elejéhez. A hazai pályán versenyző tavalyi bajnok Jan Antoszewski a második helyről vághatott neki a versenynek. Qualification was very good. I guess I made a good work. The gap. A kvalifikáció nagyon jó volt, szerintem nagyon jó munkát végeztem. A különbség Bendi és köztem 4/10 másodperc volt. A versenyen hibáztam egyet, kipörögtek a kerekeim a rajtnál, így a leggyorsabb osztrák pilóta megelőzött. The first driver from Österreich overtake me, and then on the next. A következő három körben visszaelőztem és próbáltam utolérni Bendit. A leintéskor talán 9 vagy 8/10 másodperccel mögötte értem célba. Behind the first driver. Az idén már kamionversenyzőként bemutatkozó Molnár Bendegúz is rajthoz állt a poznani versenyen, és csalódást nem okozva behúzta az időmérőt és az első futamot is. Szerintem egy nagyon jó beállítást sikerült találnunk, ugye a szabad edzések folyamán, viszont most versenyen picit alacsonyabb nyomással mentem ki, de így is az egekbe szökött a verseny végére, szóval a vége felé már küzdöttem, de szerencsére a verseny első felébe ott ki tudtam autózni egy nagy előnyt, és ezt sikerült megtartanom a végére, szóval nagyon jó volt. Vasárnap az egész napos kitartó esőben kezdték el felszerelni a vizes pályára való gumikat a csapatok. A körülmények miatt a safety car mögül rajtolt el a mezőny, és csak a 4. körtől kezdték meg a küzdelmet az elemekkel és egymással. Az 1.6-osoknál ezúttal is Körmöci Balázs vezetett, de a 9. körben kicsúszott és nem tudta folytatni a versenyt. Nagy Benjamin az előző napi 3. hely után ezúttal szépen menetelt, és sikerült megnyernie a kategóriát. Jót utamot mentem, szerintem jókat csatázgattam. Volt egy-két kontakt, de szerintem jó verseny volt. Volt, amikor le akartak szorítani, ott tartottam a gépet, ezért volt egy kis kavarodás, de viszont tiszta versenyt tudtatok szerintem magam mögött. A pálya szerintem jó, igaz messze van egy kicsit, de jó versenyeket mentünk rajta, szerintem meg jó rajta edzeni. A hazai versenyző Jan Antoszewski a 7. helyről indulva kiváló versenyzéssel ismét a dobogó 2. fokán végzett. A safety car mögötti rajt miatt csak 8 kör maradt a valódi versenyzésre, de Molnár Bendegúznak ez is elég volt a sikerhez. Fú, nagyon izgultam az elején, rég éreztem ennyire felspanolva magam egy verseny előtt. Nagyon adrenalin dús volt, ugye 8. helyre rajtoltam a fordított rajtrács miatt. Egyből a rajt után az első kanyar kijáratán ott már tudtam egyet előzni, viszont az osztrákok végig nagyon gyorsak voltak, úgyhogy próbáltam őket követni, meg mögöttem is jött egy osztrák, aki szintén nagyon gyors volt. Csúszkáltunk, iszonyat vizes volt a pálya, sok volt a vízátfolyás, de nagyon-nagyon élveztem, és tényleg remegve szálltam ki az autóból.